ilyen hatalmas gépcsodák, veterán és high-tech autók gyűltek össze Hódmezővásárhely mellett ezen a találkozón, ahol mi belevetjük magunkat a forgatagba, kezdésképp a traktor felvonulással. Gáz! 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 A legfiatalabb traktoristák is így vonzódnak ezekhez a gépekhez? Biztos tetszik nekik, azért ültek fel. Na de hát, aminek ilyen dudája van, azt nem lehet nem szeretni. Traktoristáknak mi lehet a közkedvelt eledele? Girosz inkább, vagy hamburger? Birka pörkölt, marha pörköltet. Mondjuk 9-en vagyunk itten, most az Egyesülettől, Hajdúköszörményből, és ezekkel vonultunk most föl. Mert milyen szép kis díszek vannak ezen a traktoron, kitette fel őket oda? Hát Sanyi bácsi szerintem az unokák kedvéért. Van két unokám, és azok adogatták, hogy de nekik kirakjam a traktorra, mert unják ezeket. De akkor ön ezek szerint még mindig szokott ezzel járni, dolgozni esetleg? Nem dolgozok már én ezzel. A veterán traktorokon kívül vannak itt veterán motorok, autók, és hát a veteránnak számít már a Zsiguli is. Attila, ez a szenvedély honnan jön az emberbe, hogy egy olyan autót gyűjtsön, amit mondjuk fiatal korában ez hétköznapi használati eszközként kezelhetett? Hát éppen onnan, hogy ebben az autókban nőttünk föl. Tehát a mi szüleink, nagyszüleink ilyen autókkal jártak, ezeknek az autóknak a hátsó ülésén ültünk és csodálkoztuk, hogy milyen is ez a Zsiguli. Akkor más kellemes élmények a hátsó üléshezem is kapcsolódna? Hát az már nem annyira fiatalkori, de természetesen mi még ilyenekkel jártunk diszkóba. Szerinted mi egy targoncakezelő, vagy rakodógépkezelő, illetve traktoros legfőbb ismérve? Hát leginkább, hogy traktorban ül, munkagép van a traktor mögött, meg igazából az a traktoros, aki élvezi a munkáját. Ilyen filigrán ember, mint én, szerinted elmenne traktorosnak, vagy azért ahhoz kell egy testalkat? Simán bárki. Vagy mondjuk egy ilyen bajusz szerinted, de mit szerinted? Ezzel menőbb traktoros lenni? Szerintem sokkal. Tehát ajánlom ezt a bajuszra, mert fönthagyni. Szabad akkor? Persze, természetesen. Sosem ültem még ilyenben, nem is vezettem. Nem lesz nehéz? Nem lesz probléma vele. Jó. Akkor megcsináljuk a slalomot. Fölvesszük az olajos hordót, áthozzuk a másik felére, és a sarokba fölvesszük kosárlabdát, illetve bedobjuk a kosárba. Húzzuk vissza a gémet, hordó lehetőleg ne essen le, és áttesszük ide másik felére. Erre forduljak, hogy a stábnak ne legyen baja erre, mi? Oldalra, oldalirány. Azaz, tökéletes, mint a szegénység. Jó, tökéletes, jó. Mehetünk. Mehetünk golfozni. Csikorgó kerekek, gumiszag, füst, hogyha oda se nézek, akkor is tudom, hogy itt drift bemutató zajlik. Most a megye, vagy itt a Délalföld összes driftere megjelent? Képzeld el, nem. Olyannyira nem, hogy ezekkel a srácokkal éves szinten többször is összejárunk. Ez nem egy verseny. Ahhoz ugye ez a plac kicsi, viszont arra, hogy bemutassuk az embereknek azt, hogy mi ez az egész, alternatívát mutassa a fiataloknak, hogy szakadjon ki a telefonból, meg a virtuális valóságból, és menjenek le a műhelybe szerelni, mert lehet ilyet csinálni kevés pénzből is, arra nagyon-nagyon jó. Ahogy a kétnapos esemény mottója is mondja, ég a nap melegtől a kopár szik sarja, drifterek, kombájn, a nagyfater is ezzel csapattak.